Thank you.
a karcsapat visszaudította Gödöllőtől a bajnoki címet, ugye ez azért fontos volt számunkra. Így van, ez abszolút. Bár azért kezeljük helyén ezt a bajnokságot, tehát nagyon fontos volt, egy évelei verseny volt, de valójában azért az Áronnak és a többi fiúnak is a csapatban azért elsősorban most a 2013-as világbajnokság a fő cél, az, hogy a válogatottban minél több vasas vívó kerüljön be, ez ellen az elsőleges cél. Ez egy első állomás volt, azt gondolom, ez a magyar bajnokság. Én nagyon pozitív vagyok, nagyon jó képet mutatott az Áron, az Ilias Nikolász is nagyon szépen volt, különösen itt a csapatban sikerült kétszer is fordítania. És hát a fiataloknál is meg kell, hogy említsem a Ravasz Szeterét, aki a csapat tagja volt, aki ugye nem volt feltétlenül vezéregyénysége most még a csapatnak, de nagyon jó tendencia, hogy elkezdett beépülni a csapatba. És természetesen Nemcsik Zsoltot is, aki mint nagy öregként oda tette magát. Unikum az, hogy Bányai Zsombor 16 évesként állhatott bajnoki dobogóra, de közben volt egy 41 éves magyar bajnokunk is. Igen, ez egy új, ha lehet úgy mondani, egy fantasztikus érzékkel történt igazolásunk. Kulcsár Krisztián fantasztikus teljesítmény, hogy 41 évesen még a bajnokságon aranyérmet szerzett. És igen, valóban a Bányai Zsombor pedig abszolút a jövőt képviseli. Úgyhogy hál' Istennek nagyon jó szakmai munka folyik, Halla Péter vezetésével. Úgyhogy az elmúlt évek, elmúlt talán már lassan évtizede, azért a Péternek a munkája is megmutatja az eredményét. És külön öröm a női párbajtőrözőknek a szereplése. Úgyhogy ez nagyon előremutató, és nagyon bizakodó vagyok, hogy a elkövetkező években több válogatottat is fogunk tudni adni esetleg.